Megnövekedett forgalom, sokan keresik fel a megyei kormányablakokat az új családtámogatási formákkal kapcsolatban. Élénkülő kereslet, könnyebben elkelnek a kiadó lakások az egyetemek környékén a ponthatárhúzás követő hetekben. Kis pandák születtek Nyíregyházán. Az ikrek már 6 hetesek, és bár még rendkívül érzékenyek, az aktuális orvosi vizsgálatokat a nagy közönség is láthatta. Több mint 4,500 ügyfél intézte ügyeit júliusban a megye kormányablakaiban az új családtámogatási formákkal kapcsolatban. A Kölcsey televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megnövekedett érdeklődéssel azonban az is kiderült, hogy sokan nincsenek tisztában a feltételekkel, és adnak be hiányos vagy jogosulatlan kérelmet is. Új támogatások érhetőek el néhány hete a családvédelmi akcióterv keretében. Ezek közül a babaváró támogatásnak kibővített csokot, a jelzálog hitelcsökkentését, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményét a kormányhivatalokon keresztül lehet igényelni július 1-től. Várható volt, hogy az új konstrukciók megjelenésével jelentősen megnő majd az ügyfélforgalom a kormányablakokban, ezért igyekeztek erre megfelelően felkészülni. Belső létszámát csoportosításokkal el tudtuk azt érni, hogy 3 nap alatt tulajdonképpen bárki, aki hatósági bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be, az meg is kaphassa a hatósági bizonyítványát. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy 3 hét alatt kellett annyi hatósági bizonyítványt kiállítanunk, mint máskor fél év alatt összesen. Azt gondolom, hogy a kollégáink mindent megtettek azért, hogy a hivatal ügyintézés az ne lehessen akadály annak, hogy aki ezekkel a programokkal élni szeretne, azt tudjon is élni ezekkel a lehetőségekkel. Mint az egy hónap alatt szerzett tapasztalatokról beszámoló pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, az ügyintézés minden esetben határidőn belül fennakadás nélkül zajlik. Júliusban mintegy 4600 ügyfél intézte ügyeit a megye 26 kormányablakában, a legtöbben több mint felük a babaváró támogatással kapcsolatban. Jól mutatja a megnövekedett érdeklődést, hogy 3 hét alatt annyi hatósági bizonyítványt állítottak ki, mint máskor fél év során. A nyíregyházi járási hivatal vezetője egy fontos dologra hívta fel az érdeklődők figyelmét a babaváró és a csok igénylésével kapcsolatban. Először a hitelintézetnél célszerű kezdeni. A hitelintézetnél az adott ügyfél adott egyedi körülményeire tekintettel megtörténik annak az előzetes bírálata, hogy ő jogosult-e bármelyik támogatási formára vagy sem. Hogyha erre a válasz igen, és a hitelintézetnél elindul ez a folyamat, akkor célszerű megjelenni vagy bármely kormányablakban benyújtva a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet, vagy pedig az egészségbiztosítási osztályunk helyszínén, az ügyfélszolgálatunkon a Vörösmarty tér 7 szám alatt. Az autóvásárlási kedvezmény kérelmeit a kormányhivatalok az államkincstárnak továbbítják. De az összes ellátási formához hasonlóan ezt is bármely kormányablakban be lehet nyújtani. Az igények elutasításának legfőbb oka egyébként, hogy olyanok is kérik, akik nem jogosultak rá, vagy hiányos kérelmet adnak be. Sokan azzal nincsenek tisztában, hogy a babaváró támogatáshoz 3 év folyamatos jogviszonyra van szükség, a közfoglalkoztatottaknál viszont csak maximum 1 év számítható be az ilyen időszakból. Érdemes így beadás előtt alaposan tájékozódni. A nyíregyházi járási ügyészség jelentős kárt okozó csalásbüntette miatt emelt vádat egy nyíregyházi pár ellen, akik a nő ügyvezetése alatt álló építési vállalkozás nevében családi házak generál kivitelezését vállalták, azonban ehhez sem számottevő saját tőkével, sem pedig alkalmazottakkal, vagy a munkák elvégzéséhez szükséges gépekkel sem rendelkeztek. A házak felépítése pedig nem is állt szándékukban. Az ügyészség közleménye szerint a vádlottak 2016-ban és 2017-ben két családi ház építésére kötöttek vállalkozási szerződéseket, azonban a megbízók által az építési munkálatokra, közműbekötésekre, anyagköltségekre átadott összegeket csak részben fordították a házak felépítésére. A munkálatokat a szerződésben foglaltakhoz képest csak hónapok múlva kezdték meg, és bár a férfi, mint az építkezés közvetlen irányítója, a felmerülő pluszköltségekre hivatkozva folyamatosan további összegeket kért és vett át az építetőktől, a házak kivitelezése az ütemezéshez képest folyamatosan elmaradt.
A sértettek többször felhívták a fővállalkozót a szerződésben foglaltak teljesítésére, aki különböző okokra hivatkozva az építkezéseket elodázta. Az építetők a szerződésben meghatározott teljes összeget átadták, azonban a vádlottak a házak építésére annak csak a töredékét fordították. Az alvállalkozóikat sem fizették ki, ezért ezek az építkezésekről levonultak. Az építetők 11 és 17 millió forintos káruk ellenére kénytelenek voltak a házak befejezésével mást megbízni. A férfi ellen hasonló bűncselekmények miatt több büntetőeljárás van folyamatban, ezért vele szemben az ügyészség végrehajtandó, míg büntetlen előéletű élettársával szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Ahogy közeleg a tanévkezdés, úgy pörög fel sok városban az albérletpiac az egyetemek környékén. Nyíregyházán ugyan könnyen be lehet kerülni a kollégiumokba, ha azonban valaki mégis a kiadó lakások mellett dönt, fontos, hogy bérleti szerződést írjon a tulajdonossal, mielőtt megállapodás köt. Szeretik a nyár második felét az ingatlanosok. A felvételi ponthatárok kihirdetését követően évről évre fiatalok tömegei kezdenek el kiadó lakást keresni. Igaz, a nyíregyházi irodák nem feltétlenül érzik meg a rohamot, helyben ugyanis sok kollégiumi férőhely van, emellett sokan közvetlenül a tulajdonoshoz fordulnak, nahogy utóbbiak sem vesznek igénybe feltétlenül közvetítőt. A városban ráadásul kevés a kiadó ingatlan, igény pedig lenne rájuk. A 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakértő szerint, ha eljutunk a megállapodásig, fontos, hogy bérleti szerződésben rögzítsük a legfontosabb dolgokat. A kaució hány havit kérnek el, ez általában két havi kaució, már a kezdetén, plusz az egy havi bérleti díjat. Tisztázni kell azt, hogy a kulcsátadáskor mi az, ami bent marad az ingatlanban, milyen bútorzat, mi az, amit esetleg elvisz a tulajdonos, mire van egyáltalán szüksége a bérlőnek, és mire nincs, mert esetleg neki van saját bútora, gépe, bármilyen. Az óraállásokat mindenképpen a kulcsátadás napján közösen le kell olvasni, fotózni, mert onnantól kezdve ugye a rezsiköltség a bérlőt terheli, és ebből ne legyen később bonyodalom. Azt is érdemes lepapírozni, hogy milyen átalakítások, felújítások megengedettek a lakáson, és melyek azok, amelyekhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása. Mindezt aztán jó, ha közjegyzői okiratba foglaltatjuk a későbbi problémák kezelése miatt. Emellett a rezsiköltségeket is tisztázni kell. Úgy fizetik-e a bérlők, hogy a tulajdonos nevére szól továbbra is minden közüzemi számla, vagy pedig azt átiratják, és tehát ez fontos, ezt is tisztázni kell, hogy milyen utóbb módon kerülnek ezek a költségek kifizetésre, hogy nehogy elmaradás legyen, hogyan tudja a tulajdonos leginkább nyomon követni azt, hogy minden számla ki van-e fizetve, hogy aztán ne legyen ebből meglepetés, miután elment a bérlő, hogy hoppá, egy félhavi vagy a félévi rezsiköltség az ott van kifizetetlenül. Az ingatlan.com elemzése szerint júliusban a fővárosi kiadó lakásokért átlagosan 160 ezer forintot kértek. A 40 négyzetméternél kisebb garzonokért 140 ezer, a panel lakásokért pedig 125 ezer forintot. A debreceni albérlet piacon közben júliusban 100 ezer forintnál járt az átlagos bérleti díj, a panel lakások esetében 95 ezer, a garzonoknál pedig 80 ezer forintra rúgott. A nekünk nyilatkozó szakértő szerint a nyíregyházi árak ettől csupán legfeljebb pár tízezerrel vannak lemaradva. Az elmúlt hetekben megszaporodtak a kéretlen e-mailek, az internetes böngészőkben a félrevezető weboldalak, a felugró reklámok, melyek valami nyereményről értesítenek. A csalók a szolgáltatók arculatával, esetleg nevével is visszaélnek, írja a hiradó.hu. A rendőrség arra hívja fel az internetezők figyelmét, hogy amennyiben hasonló tartalmú ablakok ugranak fel a böngészőben, ne nyissák meg ezeket, semmilyen körülmények között ne adják meg bankkártyájuk adatait, még akkor sem, ha nagy nyereményekkel kecsegtetnek. Az Áhonyi Határrendészeti Kirendeltség munkatársai a határátkelőhely közelében lévő parkolóban ellenőrizték a járműveket, amikor felfigyeltek egy hatósági jelzés nélküli kis teherautóra, melyet alvásszáma alapján leellenőriztek. Megállapították, hogy a járművet a Schengeni Információs Rendszerben az osztrák hatóságok körözik. A rendőrök a továbbiakban felvették a kapcsolatot a körözést kibocsátó hatósággal.
Vörös macska medvék születtek a Nyíregyházi állatparkban. Az ikrek már 6 hetesek, és bár még rendkívül érzékenyek, az aktuális orvosi vizsgálatokat a nagy közönség is láthatta. Legutóbb tavaly augusztus elején születtek kis pandák az állatparkban. Ők részt vesznek a faj megőrző programban. A büszke szülők folyamatosan védelmezik kölykeiket. Zárt tartási körülmények között ritkán szaporodnak a kis pandák, más néven a vörös macska medvék. A Nyíregyházi Állatpark tenyészpárja azonban már harmadjára ajándékozta meg a gondozókat és a látogatókat kölykökkel. A most még szürke bundájú kicsik átestek a soron következő orvosi vizsgálatukon. Ez abból áll, hogy megmérjük a súlyukat, hiszen a pandáknak 100 g-os heti súlygyarapodással kell, hogy rendelkezzenek, úgyhogy jelenleg 6 hetesen 600 g-ot el kell, hogy érjenek. Ugye egy hímről és egy nősténről beszélünk, az egyik 627, a másik pedig 665 g-os, úgyhogy tökéletesen gyarapodnak ezek a pandák. Csukott szemmel jönnek a világra, egy hete körülbelül nyitott szemüvek már, ez is teljesen rendben van, hiszen egy hónaposan kell, hogy kinyissák a szemüket. Ilyenkor még jól látható, hogy szürke ajszőrzettel rendelkeznek, hiszen fokozatosan váltják majd át vörös a szőrszínüket, amikor már elkezdenek kijárni a fészekből. Illetve ilyenkor kapják meg az egyedi azonosítójukat is, itt a Nyíregyházi Állatparkban minden állat rendelkezik ilyennel. Ilyen éles hangjuk van a jelenleg 6 hetes kicsiknek. Míg tartott az orvosi vizsgálatuk, Pozsonyból és Szecsuánból érkezett szüleik a kifutójukban aggódtak értük. Ők már 5 éve élnek együtt Nyíregyházán az Európai Fajmegőrzési Program keretében. A Nyíregyházi Állatpark nagyon fontos küldetésnek tartja, hogy a ritka veszélyben lévő állatokat tartsa és szaporítsa. Kis pandákat 2015 óta tartunk, és egy nagyon sikeres tenyészpárról számolhatunk be, hiszen már harmadízben született itt ikerpár. Tavaly szintén beszámoltunk egy hasonló eseményről, az akkori kölykök most már Anglia és csehországi állatkertekben vannak, a mostani kicsinek pedig most kiderült az ivar meghatározás során, hogy egy nőstény és egy hímállatról van szó. Most jelentjük le a koordinátornak, úgyhogy valószínűleg egy év múlva ők is el fognak kerülni az Európai Fajmegőrzési Program keretén belül másik európai állatkertbe. Jelenleg alig 10 000 vörös macskamedve egyed él vadon, számuk az elmúlt 50 évben közel 40%-kal csökkent az élőhelyük elvesztése, az orvvadászat és az illegális állatkereskedelem miatt. Ezért is nagy jelentőségű az ikerpár születése a Nyíregyházi Állatparkban. Öt új futballistát mutattak be csütörtök este Kisvárdán a hagyományos szurkolói ankéton a klub szimpatizásainak. A csapat szombaton hazai pályán a Paks ellen kezdi a bajnokságot. A mérkőzés 7:30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A megszokott helyszínen a Besenyei gimnázium dísztermében tartott a csütörtök este hagyományos szurkolói ankétját a kisvárdai futballcsapat. Az elmúlt nyárhoz képest jelentős változás, hogy ezúttal mindössze 5 új játékos mutattak be a csapat szimpatizánsainak. Zöldesi Illés, Rubus Tamás, Tisler Patrik, Baranyai Ádám és Claudio Bumba a vezetők reményei szerint segítségére lesz a csapatnak a kitűzött cél elérésében. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, egy év élvonalbeli tapasztalattal a hátuk mögött és a csapat meghatározó játékosainak megtartásával a tavainál merészebb terveket fogalmaztak meg. Megtartani kellett a csapatot, nem pedig új játékosokat hozni, és úgy érzem, hogy a kezdőt figyelembe véve, a tavalyi legtöbbet kezdőként pályalabdarúgókat figyelembe véve 100%-osan teljesítettünk, mert minden játékosunk itt maradt, és erre sikerült még olyan futballistákat hozni, és olyanokat elengedni, akik perememberek voltak, akik a jövő emberei lehetnek, illetve a Tamás Rubus személyében, aki most is már konkurenciát jelent az akkori kezdőknek, és én úgy érzem, hogy a keretünk fiatalabb lett, motiváltabb lett, éhesebb lett. Azt nem tudom, hogy mennyivel erősebb, de hogy mindenképpen a tavalyi szintet üti, ez egészen biztos. Tavalyi 9. helyezést szeretnénk túllépni, de ha véletlenül ott leszünk azon a környéken, mert nem látjuk még a csapatoknak az erősségét, az mindenképpen feltűnő, hogy nagyon kevés igazolás valósult meg ebben a szezonban. Új célkitűzéseket fogalmazott meg az MLS, mind a fiatal szabályban, mind pedig a magyar szabály tekintetében. Ezért sok csapat a következő évre, ahol már szintén vannak előírások, arra készül az igazolások. Azt mutatják, hogy inkább helyi honi és fiatal labdarúgók kaptak lehetőséget, és úgy érzem, hogy ez a mi csapatunkra is igaz, a fiatalok közül már az akadémiánkról is jöttek föl 3-an, akik közül már lehet, hogy lesz valaki az NB1-ben, aki bemutatkozik, és a keretünk, szűk keretünkben is lesz már található olyan labdarúgó, aki a helyiekből fogja kinőni magát.
Mirdusza László szerint a felkészülési időszakra tervezett munkát elvégezték, így nyugodtan várja a rajtot. A vezetőedző elmondta, azt nem tudja megígérni, hogy minden meccset megnyernek, azt viszont igen, hogy az utolsó pillanatig küzdeni fog csapata. Első meccs mindig nehéz, a legnehezebb ez az első, de szerintem alakul a csapat, már benne van a fejem 90%-ok pontosabb, az első 11-es ki lépni fog szombaton a Paks ellen. Nagyon nehéz meccs lesz, ezt tudjuk mi is, de hát itthoni pálya, a saját szurkoló megpróbálok megnyerni ezek a meccs. A csapatkapitány Lukászt több élvonalbeli együttes is megkereste, ő azonban maradt Kisvárdán. A középpályás nem bánja, hogy most már bajnoki meccseken lépnek pályára. Nagyon várok már, igazából ez hosszú volt ez a felkészülés, egy hónap vagy több mint egy hónap egy kicsi. Sok edzőmeccs is volt, de most jön, amit várunk igazából a meccsen, tét meccsen. A kapus Zöldes Illés egy év zalaegerszegi kitérő után tért vissza Kisvárdára, ahol a brazil Felipével és a román Minkával rivalizál az egyes számú mezért. Örültem, hogy egy NB1-es klubhoz tudtam visszatérni. Nagyon szurkoltam, hogy a Kisvárdának, hogy megőrizze az NB1-es tagságát. Eleinte föl kellett venni a ritmust, meg nyilván rengeteg új arc volt, akit meg kellett ismernem, de úgy gondolom, hogy most már sikerült beilleszkedni, és öröm volt az, hogy egy NB1-es közösségbe tudtam beilleszkedni. A Kisvárda a nyitó fordulóban szombaton 19 óra 30-kor a Paks csapatát fogadja a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Zalaegerszeg, Újpest Puskás Akadémia, Molfehérvár Kaposvár, Diósgyőr Budapest Honvéd és Ferencváros Debrecen. Hazai pályán a Debrecen második csapata ellen kezdi a bajnokságot a Sényői futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes célja, hogy a mezőny első felében végezzen az MB3 keleti csoportjában. A Sényő DVSC 2 mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik. Négy hetes felkészülést követően némileg átalakított játékos kerettel várja a bajnoki rajtot a Sényői futballcsapat. A korábban távozókon kívül még egy labdarúgó igazolt el Sényőről, az elmúlt héten Bernát Martin Ibrányba tette át a székhelyét. A Boros Dávid, Gazsi Tamás, Varga József, Fenyőfalvi Dávid alkotta új négyeshez, a United Zürichtől hazatérő korábbi spari futballista Szokol Zsolt csatlakozott. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros elégedett a felkészülés során tapasztaltakkal. 7 darab edzőmérkőzést kötöttünk le a felkészülés elején, ezek mind megvalósultak, egy sem maradt el semmilyen okból kifolyólag. Az edzőmérkőzésen a csapat jól szerepelt, voltak mérkőzések, amikor kevésbé szerepeltünk jól, de ezt a fáradtság számlájára írtuk. Egyébként, amit elterveztünk, mindent végre tudtunk hajtani a felkészülés során. Nem kellett új csapatot építenünk, a játékosokat hamar be tudtuk rakni abban a játékrendszerben, amit mi szeretnénk játszani, úgyhogy bizakodva várjuk az első bajnoki mérkőzést. Az elmúlt szezonban újoncként elért 6. helyezést követően a 2019-2020-as idényben is a mezőny első felét célozza meg a Sényő. Mindenki izgatottan várja már a bajnoki rajtot, a Kisloki ellen fogunk kezdeni. A múlt héten találkoztunk velük egyébként egy edzőmérkőzésen is, ahol az utolsó 10 percben kapott 2 góllal sajnos vereséget szenvedtünk, de biztos vagyok benne, hogy a most vasárnapi az mindenképpen egy más mérkőzés lesz. Az egész bajnokság sokkal nehezebb lesz, mint tavaly, ahogy néztük, a minden csapat kellőképpen erősített. Mi is erősödtünk, én úgy gondolom a tavalyi kerethez képest. Biztos, hogy nehezebb dolgunk lesz, ugye jobban ismernek már minket, jobban készülnek ránk a csapatok. Hát meglátjuk. Azt a célt fogalmaztuk meg, hogy legyünk egy stabil középcsapat, és a vezetőség pedig az elvárásokat úgy fogalmazta meg, hogy a végén ez legyen egy számjegyű helyezés. A Sényű DVSC 2 mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: SMTK 60, Cegléd Eger, Jászberény Füzesgyarmat, Tiszaújváros Gyöngyös, Balassagyarmat Diósgyőr 2, Deac Putnok és Ózd Tája. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több mint 4,500 ügyfél intézte ügyeit júliusban a megye kormányablakaiban az új családtámogatási formákkal kapcsolatban. Legtöbben a babaváró támogatás iránt érdeklődtek. A megnövekedett ügyfélforgalommal azonban az is kiderült, hogy sokan nincsenek tisztában az igénylési feltételekkel, és adnak be hiányos vagy jogosulatlan kérelmet.
Ahogy közeleg a tanévkezdés, úgy pörög fel sok városban az albérletpiac az egyetemek környékén. Nyíregyházán ugyan könnyen be lehet kerülni a kollégiumokba, ha azonban valaki mégis a kiadó lakások mellett dönt, fontos, hogy bérleti szerződést írjon a tulajdonossal, mielőtt megállapodás köt. Ebben érdemes kitérni például a kaucióra, a megengedett átalakításokra és a rezsiköltségek fizetésére. Egy hím és egy nőstény vörös macskamedve ismertebb nevén kis panda született a nyíregyházi állatparkban. Az ikrek már 6 hetesek, és bár még rendkívül érzékenyek, az aktuális orvosi vizsgálatokat a nagy közönség is láthatta. Legutóbb tavaly augusztus elején születtek kis pandák az állatparkban, ők részt vesznek a faj megőrző programban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 2-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Szombat estig felszakadozik, csökken a felhőzet, majd délelőttől gomoly felhős napos idő várható. Zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. Változékonyan alakul a következő napok időjárása. Vasárnap és hétfőn napos, de az ilyenkor szokásosnál pár fokkal hűvösebb idő várható. A jövő hét közepén melegszik az idő, visszatér a kánikula, de csütörtökön záporok, zivatarok kíséretében egy hideg front vonul át felettünk. Hatására a jövő hét végén ismét hűvösebb idő valószínű.